A magyar kormány a 2019-es évben is segíteni fogja a magyar gazdákat, és újabb 1 milliárd forintos támogatást biztosított a HMDK vidék és gazdaságfejlesztési stratégiájának végrehajtására. Az új pályázatot január 29-én hirdették meg a zsúfolásig megtelt Csúzai Kultúrotthonban. Az idei első körben 3 pályázat kiírására került sor, melyek a szülőföldön való könnyebb boldogulást és megmaradást hivatottak elősegíteni. A magyar kormány a HMDK vidék és gazdaságfejlesztési stratégiája alapján immár a 3. gazdaságfejlesztési pályázatot hirdette meg. Az előzőekhez képest ezúttal megduplázták a keretösszeget, így idén 1 milliárd forint, azaz 24 millió kuna rendelkezésre a horvátországi pályázatok finanszírozására. Erről tájékoztatták a horvátországi magyar mezőgazdászokat és vállalkozókat a projektet vezető Economica Hungarica alapítvány munkatársai Csúzán. Már 94-ben papírra tettük azt, hogy megmaradásunknak egyik fontos oszlopa a gazdasági életben való részvétel. Tehát az oktatás, az iskola, az egyház, a hit mellett egy nagyon fontos eleme annak, hogy a szülőföldünkön megmaradhassunk. És hála Istennek folyamatosan volt egy bizonyos értékű és nagyságrendű gazdasági támogatás, de ez kimerült egyes művelődési otthonok felújításában, művelődési egyesületek támogatásában. Most egy igazi gazdasági támogatás részesei vagyunk, és felölel olyan gazdasági ágazatokat, elsősorban a mezőgazdaságot és a vállalkozásokat, és így együtt a Kárpát-medencei többi testvéreink, régióink támogatásával egy egységes nemzeti, magyar nemzeti anyagi támogatás, amelynek motorja az anyaország. És reméljük, hogy ez folyamatos lesz, és mindenképpen erősegíti a megmaradásunkat, és nem csak a megmaradást, hanem azt is, hogy egy méltóképpen élhessünk ott a szülőföldünkön. Az előző kiírástól eltérően ezúttal nem a mezőgazdasági jellegű pályázatokon lesz a hangsúly. Tájékoztatta a megjelenteket Palistót Hajnalka, az Economica Hungarica alapítvány vezetője a pályázati felhívás meghirdetésén. 3 pályázati felhívást fogunk ma indítani, illetve közé tenni, amelyeknek a témája eltér az eddigi pályázati felhívásoktól. Tehát az egyik támogatás az az úgynevezett startup támogatás, amivel kezdővállalkozókat tudunk támogatni, a másik felhívás az mezőgazdasági kategóriában, de földvásárlásra irányuló támogatás, és a 3. pályázati felhívás az talán nem elsősorban gazdaságfejlesztési célú, van egy nemzetpolitikai dimenziója is, hisz fiatal családoknak a házvásárlását fogjuk támogatni. Hogy mi minősül fiatalnak és családnak, talán az a legfontosabb. Fiatal az azt jelenti, hogy legalább az egyik pályázó, tehát az egyik házastárs vagy a partneri közösségben élő egyik partner, ugye, nek az életkora 1974. január 1-e utáni legyen, tehát 45 éven aluli legyen legalább az egyik házastárs. Pályázhatnak házastársak közösen, vagy házasságon kívül partneri közösségben élő partnerek közösen, vagy gyerekét egyedül nevelő szülő. Ebben az esetben, tehát hogyha egy szülő, egy személy pályázik, akkor a pontszámai duplázódnak. A szülőföldön való boldogulás egyik alappillére az otthon, és a horvátországi magyar fiataloknak, akik számára meghirdették a falusi házvásárlási pályázatot, az otthon teremtésben kíván segíteni a magyar kormány. Fontos kikötés azonban, hogy csak valamelyik horvátországi magyar településen állhat az ingatlan. Eltérően a korábbi pályázatoktól ebben a rendszerben már ugye házvásárlás is lehetséges fiataloknak, akik szeretnének falun élni, falun művelni, földet művelni, és van földvásárlási lehetőség is, ami úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen azok a gazdák, akik ma itt a környéken
ezeken a területeken mezőgazdasággal foglalkoznak, nyilvánvalóan bővíteni tudják a tevékenységüket, hogyha segítség van ahhoz, hogy nagyobb földterületen gazdálkodjanak. De hát én azt hiszem, hogy mindez azzal együtt, ami a korábbi pályázati kiírásokban volt, nagyban azt segíti és azt célozza, hogy maradjanak itt, ne menjenek el, és ebben a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy a magyarság az a szülőföldjén tudjon boldogulni. A pályázatnak köszönhetően a földműveléssel foglalkozók és a saját gazdasággal rendelkezők idén termőföldet is vásárolhatnak. A pályázat a földvásárlás költségeinek az 50%-át fedezi. Első alkalommal lehet saját vállalkozás indítására is pályázniuk a vállalkozó szellemű horvátországi magyaroknak. A támogatás itt 100%-os. Az újabb pályázati forduló meghirdetésén a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium képviseletében Skapinyec Péter, a Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Non-Profit Kft. Cégvezetője köszöntötte a megjelenteket, és arra buzdított mindenkit, hogy éljenek a pályázati lehetőséggel. Magyarország nemzetben gondolkozik, és ennek a nemzetnek az ország a jelenlegi határai nem a határai. Amikor ezt meghúzták, nem a nemzet határait vették figyelembe, és a kormányunk úgy gondolkozik, hogy a nemzetrészekre ugyanúgy gondot kell viseljen, mint a magyarországi állampolgárokra, a magyar állampolgárokra. Ezt szeretnénk kifejezésre juttatni úgy, amit már régebben is a kultúrában, az iskolákban, az egyházi támogatásokban, de 3 éve már a gazdaságfejlesztési programok kapcsán az összes nemzetrész lassan bekapcsolódik abba a folyamatba, hogy a magyar kormány gazdaságfejlesztési program keretében a szülőföldjükön való megmaradását támogatná a helyi magyarságnak. Ez jelenti akár a mezőgazdaságot, ahol most itt ma bejelentésre került földvásárlási program, falusi házvásárlási program, de mezőgazdasági gépek vásárlását biztosító program. Jelenti a vállalkozások tekintetében az adott vállalkozás megfelelő eszközellátását biztosító programot is. De egyébként máshol is indultak már turisztikai fejlesztésre programok. Itt Horvátországban is volt már egy kör, és szeretnénk, hogyha még lenne a turizmusban lehetőség a vállalkozóknak. Ez egy olyan szegmense, ami még jobban összecsatolhatja a nemzetrészeket, tehát ha fejlődik a turizmus, ide is és a többi határon túli magyar területre is elsősorban a magyarok jönnek turistaként, és hogyha eljönnek, akkor legyen megfelelő kiszolgálásban részük, megfelelő infrastruktúrát tudjanak biztosítani helyi vállalkozók. A Csúzai Kultúrotthon nagy termébe szép számba érkeztek érdeklődők, olyanok, akik még nem pályáztak, de a jó tapasztalatok hallatán szeretnének részt venni rajta, és eljöttek a már sikeresen pályázók is, akik az anyaországi forrásból szeretnének vállalkozásuk vagy családi gazdaságuk fejlesztéséhez további támogatást szerezni. Én köszönettel tartozom ismételten a magyar kormánynak, köszönettel tartozom mindazon személyeknek, akik ezt a pályázatot lebonyolítják itt nálunk Horvátországban, és a legvégén mindazon vállalkozóknak, mindazon cégeknek, mindazon horvátországi magyaroknak, akik ilyen nehéz körülmények között is mernek vállalkozni, mernek céget nyitni, mernek mezőgazdasági vállalkozás, mezőgazdasággal foglalkozni, és ez egyfajta díj, ez egyfajta juttatás nekik, amellyel azt is bizonyítja a magyar kormány, hogy lát bennünket, hogy itt vagyunk Horvátországban, hogy itt próbálunk megmaradni otthon, és én abban bízom, hogy ez a pályázati kiírás is legalább olyan sikeres lesz, mint a korábbiak, és abban bízom, hogy a következő években ez a támogatási rendszer még nagyobb összegekkel fog jönni a horvátországi magyaroknak. A horvátországi magyarság gazdaságfejlesztési támogatására elkülönített költségvetési források nagy segítség az itt élő magyar emberek számára. Szerencsére még mindig vannak szorgalmas és vállalkozó szellemű tagjai a magyar közösségnek, akik élhetnek ezekkel a lehetőségekkel.